Megalakult az új szerb kormány, a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerb haladó párt pedig koalíciós szerződésben rögzítette a közös vállalásokat. Nézzük meg ezt a szerződést, nézzük, mi az, ami Topolyára vonatkozik. Erről beszélgetünk a következő percekben. A vendégem Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Kezdjük az útfelújításokkal, hogyha végigmegyünk ezen a koalíciós szerződésen, sok Topolyát érintő utat találunk. Topolya Kishegyes Szent Tamás állami útfelújítása. Hát ez egy jó régi út. Így van. Elsősorban talán annyit, hogy fontosnak tartom ennek a koalíciós szerződésnek az aláírását, mert ez a szerződés hülyen tükrözi a Vajdasági Magyar Szövetségnek a programját, ugyanakkor lekövethetővé teszi a célokat és az elért eredményeket, valamint következetességről, elhivatottságról és átláthatóságról tesz tanúbizonyságot, és azt gondolom, hogy ezzel kevés politikai párt büszkélkedhet. Topolya vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy az úthálózatoknak a felújítása kiemelt jelentőségű számunkra, de nem csak számunkra, hanem az egész régió számára. Ilyen például a Topolya-Szent Tamás útnak a felújítása, valamint a Topolya-Óbecsei útnak a felújítása, de a Topolya-Bajmoki útnak a felújítása is, ami ugye a határátkelő miatt is rendkívül jelentős és fontos. Az előző koalíciós szerződésnek köszönhetően sikerült kiépítenünk a szennyvíz telepet Topolyán. Ennek a beruházásnak az értéke ugye 600 millió dinár volt, 500 millió dinárt erre a tartományi nagyberuházás igazgatóság látott elő, 100 millió dinárt pedig a községi költségvetésből tudtunk előirányozni ennek a projektumnak a megvalósítására, és a jelenleg aktuális koalíciós szerződésben pedig a csatornahálózat bővítése szerepel, ami azt gondolom, hogy ugyancsak nagyon fontos Topolya község számára. Elkészült a tervdokumentáció erre vonatkozólag, és 46 kilométer csatornahálózat kiépítésére vonatkozó tervdokumentációval rendelkezünk. Ennek a beruházásnak az értéke megközelítőleg 1 milliárd és 300 millió dinár, és természetesen ezt a beruházást majd fázisokban, szakaszokban szeretnénk megvalósítani, amennyiben erre eszközöket tudunk biztosítani, köztársasági vagy pedig tartományi forrásokból. Térjünk vissza még egy kicsit az utakhoz, ugye említettük a Topolya-Szent Tamást és a Topolya-Bajmokot is. Ez igazából, hogyha megnézi az ember, Topolya is inkább Bácska középpontja, inkább szokták azt mondani, hogy szíve Topolya, Bácska szíve, mert mindenhez közel van, és hogyha nem autópályán megy az ember, akkor valahogy mindig át kell vergődni a Topolyán és azokon az utakon. A Szent Tamástól Bajmokig tartó út és annak használata hozhat-e a községnek egy olyan fejlődést, egy olyan lehetőséget, ami akár gazdaságilag vagy idegenforgalom szempontjából elérhetőbbé teszi a várost, hogyha nem autópályán közlekedik az ember? Én azt gondolom, hogy igen, egyértelműen igen a válasz. Amennyiben megtörténnek ezek a beruházások, akkor nem csak gazdasági, de idegenforgalmi szempontból is ez egy jelentős előrelépés lesz a községünk számára. Az ugye tudnivaló, hogy Topolyán a fürdőturizmus az nagyon jelentős és fontos. Ezt próbáljuk minden évben fejleszgetni és előrelépni, és az igényeknek ugye tehát megfelelni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés lesz, hogyha ezek az utak kiépülnek, és a koalíciós szerződésnek egyebek mellett tárgyát képezi a fürdőturizmusnak a fejlesztése is a jövőben. Krivaja folyó szennyezett szakaszának szanálása is benne van, éves, évtizedes problémáról van szó, amihez hozzáfogtak, de még mindig van mit tenni. Így van, azonban azt gondolom, hogy konkrét előrelépések, előremozdulások vannak ezen a téren is, mert említettük ugye a szennyvíztelepnek a kiépítését, ugyanakkor elkészült a tervdokumentáció a szennyvízcsatornának a kiépítésére, de ez egy olyan jellegű probléma, amit biztos, hogy hosszú távon közös erővel tudunk majd megoldani, és itt nem csak a városnak a kommunális szennyvízére kell gondolni, hanem a magántulajdonban levő szennyezőknek is meg kell oldani ezt a problémát, tehát nekik is ki kell építeni a saját szennyvíztisztítójukat. A gyárakról van szó. Egész konkrétan a Perutnináról, a Nagyvágóhídról, valamint a Zsibel nevű vállalatról. A Perutnina vállalat, a Csirkevágóhíd már ki is építette a saját szennyvíztisztítóját. A másik két vállalat esetében azonban erre még, tehát ez még meg kell majd, hogy történjen, de velük is ugyanezek a követelmények, mint a Perutninával szemben. De tudják kötelezni őket valahogy erre? Igen, kötelezzük őket.
őket erre, kötelezni fogjuk őket erre. A Zsibel esetében már megépült egy elsődleges szennyvíztisztító, azonban itt bővítésre van szükség, és meg kell, hogy építsék a másodlagos szennyvíztisztítójukat. Ugyanakkor a Vágóhíddal folytatott tárgyalások is folyamatban vannak, és őket is arra fogjuk kötelezni, hogy megépítsék a saját szennyvíztisztítójukat. Nagyon izgalmas a téma az idén télen, az energiahatékonyság, ugye az orosz-ukrán háború és az energiaválság és a dráguló energiaforrások miatt mindenki arra törekszik, hogy valahogy spóroljon az energia felhasználással. Hát az energiahatékonysági pályázatot Topolyán is kiírták, és le is zárult. Hogyan néz ez ki önöknél? Hány háztartást érint ez a projekt? Így van, az energiahatékonysági projektumra az idejében a költségvetésből 6 millió dinárt irányoztunk elő. Sikeresen pályáztunk a Bányügyi és Energetikai Minisztériumnál, további 6 millió dinárt nyertünk ezen a pályázaton. Így a projektumnak az összértéke az 12 millió dinár. Az első körben a nyilászárók cseréjére, kazánok, hőpumpák, valamint napkollektoroknak a beszerelésére írtuk ki a pályázatot. Erre a célra 9,5 millió dinárt irányoztunk elő. Nagy volt az érdeklődés. Több mint 160 pályázat érkezett, azonban az illetékes bizottság a hiányos pályázatokat azokat tehát nem bírálta, így végül 74 polgárral írtunk alá szerződést, és ezeknek a beruházásoknak, projektumoknak az év végéig meg kell, hogy valósuljanak. A következő körben napelemeknek a beszerzésére fogjuk majd kiírni a pályázatot. Ezen a héten csütörtökön fog megtörténni, erre összesen 2,5 millió dinárt irányoztunk elő, és első körben majd a kivitelezők tudnak pályázni, nekik 20 nap áll rendelkezésükre, utána pedig majd a polgároknak fogjuk kiírni a pályázatot. Ez nagyjából hány háztartást érint a napelemnél, hogyha megnézzük a 2,5 millió dinárt? Ezek komolyabb beruházások, attól függően, hogy tehát egy 10 kilowattos ilyen napelemnek a beszerelése az elérheti a 10 000 eurót is. Attól függően, hogy a háztartásnak mekkora a fogyasztása, tehát hogyha 2-10 kilowattosról beszélünk, akkor ez maximum, tehát 2 napelemnek a beszerelése, de mi mindenképpen ezt a programot a jövő évben is szeretnénk folytatni, és a lehetőségekhez mérten a 6 millió dinárnál nagyobb összeget előirányozni erre a célra. Nagyon kevés időnk marad, de a vízvezeték hálózat bővítéséről mondjuk még egy pár szót, hogyan zajlik ez most. Igen, folyamatosak a kommunális infrastruktúrának a fejlesztése is Topolya községben, nem csak Topolyán, hanem a falvakban is. Konkrétan, ami Topolyát illeti, jelen pillanatban folyamatban van egy ivóvizes kútnak a felszerelése. A másik ivóvizes kutat már tavaly funkcióba helyeztük. Mindkét ivóvizes kútnak a kifúrására a Kongrád közvállalat biztosította az eszközöket, a felszerelésére pedig az önkormányzati költségvetésből irányoztunk erre elő 9 millió dinárt. Ugyanakkor sikeresen pályáztunk a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárságnál, és aláírásra került egy szerződés az ivóvíz, vagy hát a vízgyárnak a korszerűsítése tekintetében. Ez egy 28 millió dinár értékű szerződés, és egy korszerű klórozó berendezésnek a beszereléseire kerül majd sor. Itt 23 millió 400 ezer dinárt a tartomány finanszíroz, 4 millió 600 ezer dinárt pedig az önkormányzati költségvetésből irányoztunk elő, de ezen kívül engedélyes tervekkel rendelkezünk további 26 km vízvezetéknek a felújítására és kiépítésére, valamint a vízgyárnak a kapacitás bővítésére. A vízgyárnak a felújítása az mintegy 80 millió dinár értékű projektum, az ivóvízhálózatnak a felújítása pedig körülbelül 220 millió dinár értékű projektum. Polgármester, köszönjük szépen, hogy itt voltam. Köszönöm a lehetőséget.